Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai Slime Rancher videóban, ami már eléggé régen volt a csatornán, de úgy voltam vele, hogy azért akkor most folytatom. Szóval ott tartottunk, hogy hát ezek a slime-ok radioaktívak lettek, és ezért termelnek zöld plortot, amit most össze is gyűjtök, illetve van itt egy üres, hogy is hívják ezt? Na mindegy, egy olyan üres terület, ahova tudok slime-okat gyűjteni. Ezen felül vannak ilyen, hát ilyen köves slime-jaim, és ők is ugye kétféle plortot tudnak előállítani, illetve itt megtermelődött az okám, ami egy új gyümölcsfajta, szóval őket is mindjárt odaadom valakinek. Itt pedig vegyesen termelődik szerintem a répa, és ez a másik növény, aminek most nem tudom a nevét, de mindegy, kellene készítenem nekem egy tárolót. Viszont ahhoz, hogy tudja készíteni, itt fel kéne oldani, mert ha látjátok, ott vannak plusz új területek. Szeretnél egy kis pénzt megtakarítani a videójátékok megvásárlásával? Menj át a G2A oldalára, keress rá a megvásárolni kívánt játékra, nézd meg az eladó értékeléseit, és használd a kódomat, amit megtalálsz a leírásban. Szerezd be játékokat olcsón! G2A.com. Szóval a mai videóra az a cél, hogy összegyűjtsek még 10.000-hez szükséges coinokat. Most vagyok ugye 2684-en, de hát ebből majd menni fog. Na most az van, hogy hát itt muszáj összegyűjtenem ugye az elkészült répákat, illetve átnézek még itt a másik oldalra, mert nem emlékszem, hogy ott van-e szabad terület, vagy olyan, amit nem használok. Mert ha bár ott van ugye ez a slime-oknak fenntartható terület ezen a részen, az a helyzet, hogy azt nem szeretném ugye lerombolni, mert azért elég sokba került a fejlesztése, hanem oda majd berakok valamilyen slime-ot. Megmondom őszintén, hogy fogalmam sincs, hogy miről beszéltem az előbb, mert itt volt egy kisebb vágás nektek. A lényeg az, hogy megjöttek a bútorok, legalábbis a nagy részük, és azokat cipeltük fel, illetve pakoltuk szét, nyugi nem raktuk még össze, mert az, hát az ezután vár ránk. Az kemény meló lesz. Szóval, igen, ott tartottam, hogy itt odaadtam a drágáknak a répák nagy részét. Én szerintem be is rakom hozzájuk az összes répát. Ennyi jött ki belőlük, na azért. Jó, és szépen összeszedem a plortok nagy részét, amit tudok. Aktiváld! Látom, itt még van ilyen plort, jó? Ezeket eladom. És akkor az a lényeg, hogy mivel nekem van 2 darab kristály plortom, ezeket szeretném odaadni majd egy-egy... Jaj, rossz irányba jöttem. Egy-egy slime-nak, hogy hát mixelődjenek. Ez a lényeg. Akkor összeszedek sok-sok plortot, és most az a lényeg, hogy azért megpróbálom őket ugye eladni, és pénzre szert tenni. 3475 pénzem lett, és arra gondoltam, hogy megpróbálom akkor a pink slime-oknak odaadni a kristály plortot. Vagy tudjátok, mit nem is a pink slime-oknak kellene odaadni, hanem valamilyen különlegesebb slime-nak, mondjuk kéknek. Mert nem akarok most ilyen repülős slime-ot, foszfor slime-ot. Mondjuk ez a kék. Ez jó is lesz. Hát remélem, hogy ebből nem lesz mondjuk ilyen nagy gonosz slime. Nagyon remélem. És amit szerettem volna, az, hogy igen, itt van hely, szóval ide berakom a slime-okat, és hát meglátjuk, hogy mi lesz itten. Azt mondja, hogy... itt van. Jó, hát ez teljesen maxos. Látjuk akkor ide be, és szurkoljatok. Tessék. Jaj. Kíváncsi vagyok. Aha! Szuper! Jaj, de szép kristályos színűek lettek ezek a slime-ok. És ilyet is esznek, meg ilyet is esznek. Tökéletes. Akkor én berakom az oka-okát kajának. Wow! Hát ez nagyon menci. Ez iszonyatosan menci, és akkor megnézzük, hogy aha, ezt a kristályplortot tudja nekünk adni. Wow, milyen kristályos, hát is ez... Wow, hát ez iszonyatosan menő. Gyerekek! Ó, ezt már nem tudom összegyűjteni. Upper crust! Ezt értem el, mert már 4130 lóvé van, viszont nem tudom, hogy miért értem el. Valamilyen achievement unlockolódott. Na nézzük meg, hogy az mit jelent. Azt mondja, 100 000 new bucks-ot kerestem.
több mint 100 000-et. Wow, hát ez durva. Itt a booster standon, vagy hát a backpack upgrades-nél van 2 darab dolog is, amire lehetne költeni, viszont szerintem én inkább a tank booster-re költök, ami 750-be került, de nekem megéri, és azon gondolkodtam, hogy még elmegyek, és összegyűjtök 2 ilyen kék slime-ot, ezt a rock slime-ot, vagy rocky slime-ot, és oda fogom nekik adni ezt a kristályt, mert ez egy nagyon jó vétel volt, vagy egy nagyon jó mix. Tehát ezt a 4 darab rock slime-ot még berakom ugye a kristály slime-ok mellé, és hogyha majd lesz plort, akkor odaadom nekik, hogy ők is változzanak át. Air Drive, na ez elérhető. Ezt majd megnézem, hogy pontosan mit jelent. Viszont most amit tudok összegyűjtök, és akkor abból keresek egy kis lóvét szokásosan. Amúgy nagyon durva, hogy milyen kristályok vannak itt náluk. Hát nem szívesen mennék bele. Így is azért eléggé sokat sebez. Az igen. Az igen, na jó. Nagyon kellene nekem egy olyan dolog, ami egy, hát egy ilyen gyűjtő, egy siló. Nagyon jól jönne, mert nem elég ez a 4 hely. Ez semmire nem elég. Szóval, bármennyire is nem szeretném, de muszáj helyet csinálnom. Erre nem emlékszem, hogy itt mi van. Itt vannak a boomok. Hú, gyerekek, hát itt vannak a boom slime-jaim. Jó, hát ezt el is felejtettem. Oké, na és akkor ide elvileg tudnék csinálni magamnak. Aha, szóval ide tudok csinálni silót, jó. Hát akkor én ezt ide be is helyezem. Végre, de jó. Ide is rakok, és ide pedig a maradékot. De jó, végre van helyem. Na hát jó, hogy még nem romboltam le azokat, amik voltak. Szuper! Na kell egy automata etető. Nagyon jól lenne megvenni, de most nem fogok erre költeni. És itt ők hogy vannak? Aha, itt sincsen semmi. Jó, hát erre most nem fogok költeni, mert tényleg szükségem van a pénzre. 4732-nél járok, hát azért még elég sok minden van átra, és nem tudok itt se kereskedni, nem tudom, hogy miért nem nyit ki ez a kereskedőbázis. 5503. Na, most már felénél vagyunk annak az összegnek, amit egyébként el szeretnék kérni. Fú, gyerekek, viszont ide kéne egy port kollektor. Ezt sajnos meg kell vennem. Sajnos vagy nem sajnos, de ez a legegyszerűbb. Aztán már 6077, na hát szépen közelítek a végéhez. És elérhető egy kihívás, hát szerintem akkor melyik legyen? Ez a csirkés, legyen a csirkés. Csirkés, 1 darab rostró és 7 darab sírke. Hát ez egyszerű. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát ez ennyi volt. Ezt meg is csináltam. Juhéj! Oké, és akkor így gyorsan ezeket eladjuk, mert ilyen plort ugye van. Jó, és akkor visszamegyünk, és hát ezeket is eladjuk. Mert ez a simarok. Jó, ez jó volt. Na most visszajöttem ide, mert rájöttem, hogy Heartbeat-nek azért hát egy 20 darabot elviszek, mert kifogyott ugye az automata etetőből. De ha már itt járok, akkor őket is szépen összegyűjtöm. Ide majd csirkékre lesz szükség, hogy megetessem őket, mert a bumplort az nagyon-nagyon sokat ér. Szóval a Heartbeat-et meg ide, nem ide, ide akartam behelyezni, nem ide. Ja, oda, ide, lántra, bocsánat. Jó, elfelejtem itt a dolgokat. Ide bizony. 7611-nél járok. Ez nagyon-nagyon jó. Na, itt van egy dock. Ezt is lehet egyébként feloldani, szóval tudom, hogy alapvetően azt a laboratóriumot szerettem volna feloldani, de annyira hosszú idő eltelt, hogy tudjátok mit, ezt aktiválom. Azt mondja, lánt van, igen, kék óceán, és rengeteg, több ezer slime. Mosolyog vissza rám, rendben. Ez egy vers volt egyébként, hát nézzünk le. Mondjuk lehet, hogy így este eléggé para, de... Ó, hát ez nem micsoda. Kicsoda!
kicsi kacsa, azt figyeljétek már, hát ez marha menő, oké. Okay. És itt mik vannak? Ja, hogy itt is lehet sima ilyen rancsot létrehozni. Viszont egyelőre, ó, van lámpám effel, nem nagyon látok semmilyen slime-ot. Ezek a kőkörök micsodák? Itt nem lehet volna jól leugrani. Viszont ott látok egy H betűt, szóval oda megyek. Oké. Na, aktiválom. Valamire emlékeztet, de... Aha. Hát, de itt nincsenek slime-ok. Hello. Jó, hát egyelőre itt nincsen semmi lent. Nem tudom, hogy megérte a pénzt erre költeni, de lehet, hogy azért, mert ugye korom sötét van. Szóval, hát visszamegyek, alszom egyet, és akkor megnézzük világosban is. Azért előtte összegyűjtöm a lóvét, hogy ne érezzem magam annyira rosszul, hogy nincsen. És elköltöttem ugye az egészet, de várjátok, itt még van. Azért mondom, hogy itt még rengeteg van, csak nem gyűjtötte be. Na, ezeket eladom, és akkor megnézzük világosban, hogy hogy néz ki. Na, 4185. Azért így már egy kicsit jobban érzem magam, hogy szinte visszakerültem arra. Na jó, azért nem szinte visszakerültem, de azért így már jobb. Hó. Ezeket a pipiket pedig ide be is dobom. Látom, éhesek a babáim. Nos, nézzünk is erre el, hogy mi a helyzet itt lent. Hát itt van ez a kacsúsz, igen. Vannak területek, amiket még tudok ugye továbbra is venni. És ennyi. Tehát itt van egy, igazából ez egy plusz terület, hogyha elfogyna a helyed. Van vízi slime. Aha. Vízi slime-nak is van hely. Na jó, hát rendben, ezt is láttuk. Na, amit még szerettem volna mindenképpen ebben a részben csinálni, az nem más, mint annak az óriás cicának a megetetése. És ugye ahhoz nagyon sok csirkére, illetve húsra van szükségem. Szóval ezeket a pipiket most én itt be is gyűjtöm. És hát remélem, hogy egy 30-at azért össze tudok gyűjteni pipikből, de hát hogyha nem, akkor addig várok itt, amíg nem lesz abból 30 pipi. Ott van ez a hatalmas nagy cica, és oda hát kéne jutnom. Ebben mi van? Ó, pipi. Pipi hátán. Őket gyorsan begyűjtöm, de szerintem ennyi pipi már csak elég lesz. Jó. Na és akkor itt elkezdjük szépen etetni őket. Mármint csak őt. Ne! Hami! Szórakozzatok! Komolyan ott van az a kettő? Na jó, etessük. Kíváncsi vagyok nagyon. Nem lesz elég. Ne! Ó, ezt nem hiszem el. Na várjál, ezt a kettőt még. Oké. Nem tudom, hogy itt le lehet-e esni. Na végre. Ez az pont, az a kettő kellett. Oké, hello. Ez egy átjáró, de én itt nem nagyon szeretnék átmenni. Aha. És ha itt átmegyek? Hol vagyok? Hello. Nem tudom, hol vagyok. Ez valami teljesen más hely. Azt sem tudom, hogy merre járok. Aha. Ez egy víz slime. Puddle slime. Ne szórakozz. Jaj, de jó. Azt is össze akarom szólni. Gyere ide a mamához. Két puddle plort. Mármint két puddle slime és puddle plort. Azt mondja, víz a diétája. Nincsen kedvence. Keep one in your boot, and you always stay cool, but it's weird. Hú, hát akkor ezekkel nagyon vissza kéne mennem egyébként. És a többiek miért vannak itt vízben? És én tudok vízbe menni? Nem fogok megfullni. Ez itt mi? Wow! Micsoda helyen vagyok, kérem szépen. Hát akkor őket begyűjtöm. Hello! Hello, jaj, de jó! Tehát tudok menni vízben is. Oké, nem kéne eltévejedni nagyon, mert már sötétedik, de ez elképesztő menő. Hol vagyok, srácok? Hol vagyok? Hát ez nagyon menci. Ide fel tudok jönni. Itt mi van? Tű, már nem tudom, mi van itt. Valahogy ide felkerültem.
És itt van egy másik hatalmas nagy slime, amihez nagyon sok gyümölcs meg ilyen kaja kéne. Na jó, akkor oda vissza fogok menni. Neki jó a sima gyümölcs szerintem. Ha már itt vagyok, szerintem megpróbálom megetetni, de nem vagyok benne biztos, hogy fog enni. Na jó, hát akkor próbáljuk meg azt ideadni neki, ami van nálunk. Hát, ha elég lesz, de szerintem nem elég, na mindegy. És akkor ide visszajövünk, ezekkel is megetetjük, de hát ez semmi. Á, ó, és az egyik el is van. Na nézd meg. Gyere csak ide vissza. Aha. És ez itt mi? Ez itt mi? De izgalmas helyeken járok. Ez is valamilyen barlang rész. Vagy ez csak egy átjáró volt. Uá, jaj, 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 majdnem leestem. Ó. Ez az, ez az, ez az. El sem hiszem, hogy sikerült. És itt a kulcs. Itt a kulcs, engedjetek a kulcshoz, köszönöm szépen. Tehát kaptam valamilyen kulcsot, illetve kettő darab ládát is, amiben igazából semmi extra nem volt, szóval. Szóval, ja, de a lényeg az az, hogy van nálam egy kulcs, na de ezt hol tudom használni? Na hát most vissza kéne találnom. Nagyon jól lenne visszatalálni, de nem tudom, hogy sikerül-e. Aha, itt voltam a vízben. Igen, 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 igen. Itt kell visszamennem valahova. Jó, szuper, itt vagyok, nagyszerű. És akkor itt kéne majd nekem valamilyen átjáró. Szerintem én ebből az irányból jöttem. Aha, jó, oké. Okay. Na de a kulcsot hova tudom használni? Na mindegy, menjünk itt vissza. Oké. Okay. És itt lesz talán egy kapu. De nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy itt lesz a kapu. De lehet, hogy ezt már kinyitottam. Az a baj, nem emlékszem. Aha, itt van. E. Sikerült kinyitni. Ezt nem hiszem el. Jaj, de jó. És akkor itt mi van? Oha, stóni henyhenek. Nagyon jó. Nagyon jó. Sok-sok stóni henyhen. Azt adom. Na. Jó. És itt van egy ugye treasure pod is. Szupi. Igen. És akkor itt mi lesz lent? Majd alig látok. Ajaj, én inkább oda nem megyek. Jó, szóval ez van itt lent, rendben, értem. Na jó, amit szeretnék még ebben a részben, az nem más, mint ugye a puddle slime-oknak az elhelyezése. Ajaj. Ahhoz viszont... Gyakorlok innen jutni. Ahhoz viszont, hogy a szükség van egy ilyen waterpodos ranchre. Tehát ide, lentre. Mondjuk, nem tudom, ide. Pond. Jó, és akkor elvileg majd ide be tudom helyezni, de ennyi. Jó, hogy ezek nem jönnek ki. Egy, kettő, három, négy. Ugye? És ők itt maradnak. Ez iszonyatosan menő. Akkor őket így itt hagyom, mert nagyon nem tudok hozzájuk semmit szólni. Nem is kell őket etetni, hogyha jól látom, de ezt a kacsát, ezt nem lehet ide berakni? Hogy itt legyenek? Tessék. Ott van egyébként egy slime alul. Jaj, itt van a kacsusz. Hát ez nagyon cuki. Na jól van. Akkor itt az ideje alukázni. És hát szeretném megköszönni a figyelmet. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Azért eléggé sok minden történt benne. De azért még fényes nappal rájuk néznék, hogy hogy is mint vannak. Nos, hát ugyanúgy vannak, ahogy amúgy éjjel, csak termeltek ilyen plortot. Hát ez tök jó. Ez nagyon szuper, hogy veletek kb. Semmit nem kell csinálni. Na jól van, akkor nézzük meg, hogy ezek mennyit érnek, hogy ha jól emlékszem, amúgy 70-et. De nem vagyok benne biztos, de valami ilyesmi rémlik, hogy 70. Nos, nézzük csak meg, azt mondja 66. Aha, hát akkor 70 volt. De amúgy most 66-ot ért. És akkor ezeket is eladom. Jaj, nem ezt akartam. Nem ezeket, és akkor végül is már nagyjából ugyanott tartok egyébként lóvéban, mert azt hiszem ilyen 7000 körül voltam. Maradékot is eladom, és hát időközben szeretném megköszönni a figyelmet, és azt, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, és alig várom, hogy még új dolgokat fel tudjak fedezni, mert nagyon amúgy, nagyon izgalmas.
És akkor a következő részre fogom berakni ezt a laboratórium felfedezősdit, ha már ugye ebben a részben végül inkább a tavacskás, vagy hát ugye a tengerparti részt vettem meg. Oké, na ezeket még gyorsan eladom, és akkor szerintem már bőven meg lesz a 7000. Legalábbis remélem. Na mindjárt ide. Ó, bőven meg lesz. Bőven már 7000-nél járunk. Sőt, mindjárt 8000 lesz. 7957, hát az nálam már 8000. 8569, és akkor én itt be is fejezem. Köszi, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!